Na jó, most nem a... Ennyi kopisztam a Super Mario Maker-ből. Nem mutatom meg, hogy mi az. De most inkább játszunk, már kitalálhattátok, hogy mit. És most nem felejtem el fullscreenbe tenni. Mi az? Ja. Igen, most hangszor is fülhallgat. Fejhallgató. Hogy minden eddiginél jobb hangot legyen. Ugye ebben van nagyon eredetileg az ajtó. Laptop, most nincs idő laggolni. Ah, rossz. Rossz. Shy guy. Hello. 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 Igen, ezt egy videóban láttam. Mert én mind most is szeretek videókat kopizni. Nem tudom miért. Persze akkor értem is lenne a videónak, hogyha a játékról beszélnék. Szóval, jó a játék. Jó az irányítás. Túl jó a hitbox. Az az, ami belül érzékeli az, hogy valaminek neki megy egy másik tárgy. És abból tudja következtetni, hogy akkor most a playernek a szkorjából legyen le, vagy a éppen ennek az ellenfélnek. Egy pont, gondolom ugyan, hogy minél, hogyha nincs semmi, akkor ez egy vagy nulla szkor. És attól függően, hogyha felveszek egy gombát, akkor attól függően egy vagy kettő szkoron van a scoreboardban. Ezeknek az ellenségeknek meg pedig szerintem trükkös van ezeknek a sárgályoknak. Mert így van egy, gondolom egy hármas scoreboardja, de amikor eldobom, akkor már egy nullás van. Az, hogy akármi történik, megdoglik. Oh no! Game over! Mindjárt jövök. Vagyok. Tizenöt percig fogok innentől kezdve játszani. Most onnantól már tudom, hogy jobb lenne, ha abba hagynám. És mivel nagyjából 3 percet szórakoztam itt, időzítő nélkül, ami csak egy stopper most. Na, de béna vagyok most. Ne!
Do papa? Még ezek miért is dolgom, hiszen tök jók. Még mindig az ezeknél, hogy ugye nem szeretnek. Szóval azt hiszem, hogy előző résznél mondtam, hogy nem csak a sárgályokból igaz, hogy a zöldek hülyék, ezek meg pedig okos. A pirosak okosak. A kupáknál van ez még így. Tudod? Szaggass még ennél is jobban. Yes! Hála Respawnnak, most nincs itt egy teki. Már megint? Kaptam életet, akkor minek adsz élethangot? Túl sietek. Jó, a kettes világot szeretem, itt van egy jó dolog. Nem is tudom miért jó. Kösz, hogy itt kell tovább jutnom ahhoz, hogy mersegig hülye gombák házába. Boing, boing. Ouch. Mindegy, akkor ide hiába jöttünk vissza. Pedig egyszerű ez a pálya. Túros táska! Sajdos kifli! Ouch! Na, akkor így biztos nem halom én. Jó, mint hogyha mozogna a sprite. És nem ugrálna, nem menne. Tupa? Tudi? Valahogy itt kéne lenni a gombának. Ott lesz fönt. Ezek szerint jó, ott van. Nem állj, csak egy ilyen szar van. Pá, tő, pá, tő, pá, prátötta. Nem akarok most lezuhanni a nagy semmibe.
És egyébként egy ideje nem játszottam vele, azóta amióta megcsináltam az előző részt, azóta nem játszottam ezzel a játékkal. És én csak nem is készültem. Még egyetlen játékra se készültem. Csak úgy beugrott mindig, hogy ja, kéne filmet for videózni is. Hát, ez sokkal egyszerű. Értem azt, hogy mit akarsz. Hú, hát ez egyszerű. Kicsit hülyén mentek akkor. Yes! Oké. Akkor nem nyomunk rá. Szóval ez... megvan. Na ugye, hogy milyen pró voltam, hogy megnéztem. Szereztem tök sok cuccot. Egyiket sem szeretem. Nem is tudom, melyiket csináltam meg egyébként. Ja, ezt. Valahogyan. Érdekes szerintem, hogy nyomom felfelé gombot, kicsit jobb. Vagyis itt biztos. Nem tudom, milyen bug ez. Ah! Tö-tö-tö-tö-tö. Pa-pa-pa. Melyik irány vagyis melyik kéne? Ah, ez jó. Visszajöttem a vágás után. Te kell lesz, te! Jó, valószínűleg a respawnot kell itt megvárni. Ja. Respawn az még mindig a nevében is benne van, az, hogy mi az.
Hát... legalább megszereztem. Na, ja, vissza lehet, hogy halált is. Hát... ennyire nem lehet. Ja, és most melyiket? Na, ez egész jó. Jó, 10% alatt van a stopper. Ezt nem így gondoltam. Miért nincs ebben gyorsítás? Áj! De unalmas ez a játék így. Én szerintem ezt csináltam meg. Ja. Az egyszerű, mint a másik. Ha pár dolgot figyelmen kívül veszünk. Mi például földből kinövő hülyék. Ez most miért vettek fel a felhő textúrát? Jaj, nem már! Ah, segítség, mert ez halas pálya. Ja, ez egy kicsit vészes. Az hogy? Let's speed up! Naj, na jó. És innen hogyan? Van up. Majd megcsinálom ezt. Tudjátok mi? Szerintem ezt kivágom, ezt a szenvedést. Ilyen 6 körül percet akkor ki kell vágnom. Úgy is látták már. Nem, inkább benhagyom nektek, hogy szenvedjetek. Zöldöt elég zavaró szerintem. Emiatt. Mert az a hülyen beszpannolt és nem lehet vele ellen semmit csinálni. Egyik, hogy jól gondolom, az összes ilyen ízét elvesztettünk most. Az összes jó power upot. Na, persze ilyenkor nem jön ez. Azt meg is nézem. Hú.
Hoppá. Hát ebben a részben nem jutottunk sokat előre. Elkaplak. Ne. Miért annyira nehéz ezt elkapni? Pa-pa-pa. Azt de unalmas lesz ez így. Ugye? Azért. De szerintem az a baj, hogy túl gyorsan emelkedne. Yes! Segugrálás. Az mindig jól jön. Bár... De szerintem emelket jönnek ahhoz, hogy... Ne legyen probléma. Főleg, hogyha sikerül eltalálnom a... Egyébként miért szállta meg ezt az egész világot? Ezek a repülő izék. Egyébként most veszem észre, ez egy Game Boy Advance. Game Boy, sima Game Boy, Game Boy Color. Aki ott játéknak a zenéjét használja most. Super Mario Land. És nem a újra a 3D-s fajtára gondolok. A rohadék. De ezt meg kellett volna valami használni. Mindegy, talán túléli, nem? Köszönöm, köszönöm a tapsot. Ez igazán megtisztelő, hogy tapsoltak nekem. Húj. Ez már nem annyira jó. És főleg az is, hogy ilyen... Bár mondjuk annyi nem vészes. Csak akkor, hogy ezek egyfolytában fognak zavarni. Arra meg mi van? Oké, leállít. Megint van egy kis dolog. Hihetetlen, hogy engem egyfolytában hívnak. Most inkább le is tettem. Tudjátok, elmentem. Ez hova visz? Ó, inkább nézzük meg azt, hogy ez a bejárás hova minne.
És a másik... Teljesen kíváncsi vagyok, hogy melyik hova visz. Nem is húzom az időt. Hát ennél egyszerűen nem láttam még. Nincs idő vingani. Ez most komoly, várj ez. Ja igen. Itt az egyik oldalon valahol itt lesz egy... Á, meg vagy. Nem tudom, mitől függ, hogy jó irányba megy, vagy nem. Not let it him. Get Mario, him. No, I never reason. Yes, for very many spy on me, die. Yeah, it's megfelelő. Szóval az újabb Mario-kban úgy van, hogy először felfelé megy, utána megy. Mindig jobbra. Azt kell nekem. Nem jöhetek ki innen, anélkül megszereznem itt a hármat. Jaj! Aja, ez viszont már lehet gond. Jaj, nem kell menteni se. Annyira egyszerű az egész. Én már mindjárt a pályán végén vagyok. Már komolyan nem emlékszem arra, hogy ez hogy is van, és hogy miért ilyen rövid. Például ez már a második világ. Ó. Ja, ez nem is igazi kastély már. Tudom. Ez a boss. Tűzdel nélkül is simán. Jaj. Vajon ezzel lehet ezt győzni? Úgy látom, igen. Na, ez egész egyszerű lesz így. Egy helyben maradok is csak. Itt bőrdön minden fokozatot látni. Zöld az már azt jelenti, hogy nagyon bepipolt. Yes! Save? Yes! Jaj, én ezt a pályát utálom. Hát ez valami vicc. Jaj, ezt viszont egy dologért szeretem. Respawn-oló power-up-ok. Hurrá! Három ezt a itt van az egyetlen dolog, amiért jó, hogy benne hagyták ezt a... Ajaj! Tűnés! Azt a csillagot majd felszedjük. Következő körben.
Yes. SMB3 Dezső Remix. Képernyő kímélő. Oh no! Wow, itt lesz valami. Jó, bocsánat, Fredek, nem robban gyullannak meg. Elég egyértelmű a helyzet. Jó. Értem. Egy nap, egy királyságban. No, az ott váratlan volt, és jó, hogy ott találtam. És nem feleltem. Jaj, ezt nem szeretem. Persze, hogyha... már még van, hogy mit kell csinálni. Már most nem... Most nincs be. Jó, ezt már megcsináltam. Aztán turbo button. Tröpára. Minden napi élet van a királyságban. Így, gyere vissza! Te forró csillag. Ajjaj, ez robbani fog. Na takarodj! Végre egyszer valahára, hogy nem dőltem be ennek a trükknek. Na? Dezső képernyő kérmél remix. Szerettem mondjuk a ezt a pályát. Na, az jó lesz. Ha más nem, legalább ez berobbant. Ekkora helyen berobbant az egész. Na, glitchelődjünk át. Glitchelődni az jó dolog. Na. Nem sikerül. Mi az valami nagyon jó dolog lenne. Oké, és most... És... Ennél van egy sokkal rosszabb glitch is, mondjuk a Super My Star-odban. Valami állati nagy hülyeség. Azaz, a kezdő pályán lévő izébe beszorulsz.
a kannába beszorulsz. Miért nem mentek? Dezsőképernyő kimérő harmadszorra, legalább remélem, hogy többször nem kell pályán végig menni. Ó, egyszer mindent lebontottam. Ez egyszerű így. Persze feljutni már. Ne, ez nem, nincs egy messze. És miért ilyen kicsit lői ezek után? Egyszer olyan nagyot, vagy kétszer, és utána nem tud nagyokat lőni. Jó, már megvan, kirobbantja az. Szóval azt mondod, hogy azt akarom adj, akkor gyorsan kell. Fú, ez szép volt így. Azt szépen beagadtam ott valamibe. Zuhanás közben láthattátok. Rossz. Egyik úgy lő vajon, hogyha itt... Na. Megválasz, hogy mit kell és van csinálni egész végig. Hát azon a mindkettőt letaposom. Minden más nem tudtam volna tenni, hogyha jól láttam. Felhők. Járkálok rajtuk. Ajjaj. Ezt jól elszúrtam. Vagy lehet, hogy most is két részt csinálok, amiből nem sikerült a másiknál. Na, sziasztok! Sziasztok újra! Szóval mennyi az idő? 11:54. Akkor 11:10-ig. És 11:50 van, akkor a óra valameddig kell fogok csinálni. De jó, ma egyszer két videót fel tudok tölteni, akár hogyha akarok. Tizenkettő-tízig tart akkor a videó. Ugrás? Ja. Vagyok most hol is tartok?
Ajaj, ez lehet, hogy problémát fogok fejtre is fog okozni ez a pálya. Ennek sok értelmét nem látom. Szeretném hallani ezt a hangot, kösz, hogy annyi ez jó kedves, vagy hogy oda teszed azt. Nagyon segítesz, szellem. Főleg a hülye respawnnal. Persze, hogy előttem volna, annak is lett volna értelme. Remélem tudok egy videóból kettőt csinálni. És nem kell csinálni először az egyik felét, aztán a másik felét. Boing, 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 boing. Ouch! Ajaj, ez a szellem követ. Yeah, goom. Hello. Jaj, már tudom, mit kell csinálni. Rossz helyen van az az F8-as gomb. Meg kéne azt oldani, hogy rákérdezzen a betöltésnél. Á, erre most nincs időm. Főleg így. Egyik az miért sötétebb, kékesebb fajta árnyalatú. Egyébként így föl tudom szedni, így sem. Azért. Ezután jön a világ legrosszabb pályája. Az egész játékban. Amin végig fogok szenvedni. Super Mario Land, Super Mario Land. Remix. Ouch. Ouch. So így néz ki a titkos kiállt, az jó tudni. Ja, ja. Ja, ja. Oh.
Valami nagyon elrontottak a zenével. És gondolom direkt. Mi? Ez nem lehet igaz. Valamit elprogramoztak. Nem is nyomtam semmit. Ez most komoly, nem nyomtam semmit, és mégis bement. Csak ráléptem oda. Gonosz ez a pálya. És ez olyanért hasonlít a SMB 3-asnak a első pályája. Csak fejjel lefelé. Hagyjál már békén, izé. Jó, most csak nyilakat nyomogatok. Nem hiszitek el, akkor próbáljátok ki. Talán még linket is teszek, ha itt valamikor ebbe a játékba. És a játékhoz. Hát ez a fejjel lefelé elfordított első pálya. Az lehet, hogy kicsit nehezebb annál. Itt vajon lefelé gondolok, vagy a felfelé kell nyomni ahhoz, hogy gyorsabban ússzak. Ezt egyértelmű, hogy honnan kopiszták. Lefelé. Hatékonyabbnak tűnik. Ez nagyon durván nehéz ez a pálya. Eljutok a felső csőjük, a mérdezeti pályán felső van, és remélt, hogyha be tudok menni, remélhetőleg akkor mentek, akkor. Checkpoint. Nem áll, miért nem tették inkább be a virágot? Ellenségem, mint ezeket. Eddig ki jól látom, ez a kettő másik pálya. Köszönöm. Az hihetetlen. Ott a course clear. Oké. Okay. Megpróbálok túlélni. Yeah! Retro feeling! Ez egyszerűnek tűnik. Hát ez vicc. És miért vagyok átszínezve? Szóval ez egy háromszor használható dolog. Oké. Help me. Titi. Rossz. Ajaj, ez nem biztos, hogy jó. Rossz előérzetem van. Szóval ilyenkor tűzgolyó jön. A játékban. És mérgesebbek lesznek ezek. Hmm.
Nice work. I think you earned escape to one of the gateways. Nem sikerül átváltoztatnom ebbe egy ilyen kős. Egész érdekes, hogy megcsinálták ezt. Legalább sikerült átverekednem magamat a játék legnehezebb pályáján. Nem vicc, ez a legnehezebb, ami eddig találkoztam, pedig a harmadik világig eljutottam már. Jaj, persze, szóval azért az nem jelenti az, hogy egyszerűek a... Jó, még van idő. Na, majd kiderül itt, hogy az télfélbe vágja el, vagy csak egy csíkot ad a filmet, ez figyelmeztetése, vagy mire. Már 2 kilobájtos a mentés. Hát széletlen. Csak nyoma kell itt szerencsét, csak annyi kell, csak nyoma kell tartani ahhoz, hogy sikra, hogy ez történjen. Nem akarja leülni. Érdekes. Érdekes jelenséget csinálnak ezek a szellemek. Szóval a pörgéssel itt viszont el lehet azt élni, amit másnál. Ja igen, itt az. Oda nem akarok bemenni. Ide az ajtóba még. És nem is nagyon akarok majd bemenni. Na, de furcsán néz ki. Ezt lehet, hogy kicsit elrontottam. Tudomásom szerint ezeket csak egyszer lehet kibontani. Jó, ezek szerint mégis először jobb, hogyha elmegyek oda. Ez egy nagyon értékes ruha eddig. És még egy jó idei. Az hogy lehet? Az, hogy itt... Ja, azért. Hangkésekedés miatt elgondolom, mondjuk. És a háttér miért tűnik el, hogyha egy ilyet, vagy egy pénz kiszedeg a helyéről, szóval egy takarít dolgot. Yes! És csak nyomon kell tartani, mi mini.
Ajaj, most viszont nem jut eszembe az, hogy melyikbe kéne elmenni. Jaj, mindkettőbe. Mert ezek olyan gyöcsélesen oldották meg az egészet. Vagy lehet, hogy elég csak ebbe? Oké, akkor is el kell menni másikba. Hogy nem akarok még egyszer visszajönni ebbe a szörnyű helyre. Más hely ez, mint amelyikre emlékeztem. Van egy harmadik is? Ó, akkor ide jobb. Jobb, hogy oda megye. Először nem megyek a harmadikba. Pipe. Csak nyomom egy gombot is kész. Jaj, ez egy kicsit problémás lehet viszont. Főleg, hogyha elszúrom a ruhát. Köszönöm. Ez nagyon izgalmas játék. Persze nektek nem, mert nem játszottok vele is. Mert egy jó ideje nem, meg se szólaltam. Amit csak most veszek észre. Epic fail. Yeah! Yes! Ó, oké, értelek. Szóval azt mondod, hogy mindig mentsünk. Ez igen csak egyszerű. És szerintem mindjárt el fogom szúrni. Viszont semmiért. Kedvéért mentsünk itt is. Fú, hát ez... az szép volt. Elvég akkor most már az összes kinyílt. De a három, mert... és be fog szaggatni, mert ugye... az összes, mint a három kapcsolat megszereztük. Futás! Hmm.
Na, sziasztok!